Nagy erejű robbanás volt Kabulban, az egyik ottani egyetem kapujánál. Az afganisztáni merényletnek 8 halottja és legalább 33 sebesültje van, köztük sok diák, ugyanis a hallgatók éppen vizsgára igyekeztek. A bejárat felé tartottam, amikor hatalmas robajt hallottam. Rögtön utána láttam, hogy egy kocsi lángol, körülötte pedig halottak és sebesültek fekszenek, mondta egy szemtanú. A pokolgép az autóhoz volt tapasztva, de egyelőre nem tudják, hogy távolról hozták-e működésbe, vagy öngyilkos merényletről van szó. A rendőrök ezután egy másik bombát is hatástalanítottak a közelben.